Lángolj szívem, elbuknék, de így nem. Fék, hova húzom én. Felhőt másztam, arccal lent a sárban, miért legyek így vendég. Beszéd elszáll, haza táncol lepke súlyán. Szabad minden szép emlék, ma is újra kezdem, miért nem hallgat senki rám. Macska kő csúszik hangtalan, talpra fel, minden rendben van, nem segít már csak önmagam. Jött a perc, hozzá nőttem én, porszínű csap a fakremény, annyiszor újra töltem. A sárban, miért legyek így benne? Ki az ajban álmod szűr, szeme foltos képernyő, szava elvész majd a csendben. Szabad minden emlékkép, kapaszkodnom kéne rég, nem húzhat már le ter. Macska kő csúszik hangtalan, talpra fel, minden rendben van, nem segít már csak önmagam. Jött a perc, hozzá nőttem én, porszínű csap a fakremény, annyiszor újra töltem. Fényes macskakő, nincs más, aki segítsen, nincs más, aki segítsen. Áztam, fáztam, alvó ház előtt, nincs más, aki segítsen, nincs más, aki segítsen. Átlátszók vagyunk, nincs más, aki segítsen, nincs más, aki segítsen. Köszönjük szépen, ez azért ez egy groove volt. Ez igen, nagyon szépen köszönjük. Hát nekünk is elindult kezünk, lábunk, fejünk. Azt gondolom, hogy fantasztikus produkció volt. Szerencsére a színfalak mögött maradt a tánc, de még mondjuk bármi megtörténhet a mai este folyamán. Nézzük akkor, hogy a zsűri mit szól a produkcióhoz, Gyuri. James Brown óta tudjuk, hogy minden hangszer dob. Úgyhogy a tökéletes groove, az nagyon nagy ritkaság. A végén az elsőfokos zúzás az akire kezdeni a nótát. Az kicsit, hogyha buli kezdés, akkor azt elgurítod egy, mit tudom én, egy fél percet, és utána jöhet a dal. Mert akkor megvan a hangulat. Hát gratulálok, uraim és hölgyeim. Nem tudom. Tehát az, hogy visszajött a zenébe, ami a televízióban lemehet, a szóló. Brit tudósok felfedezték a hangszer szólót újra. Az megint csak egy kiváló dolog. Én írogattam ide dolgokat. Igen, az első fok tanár, a groove tanár. Igen, körülbelül ennyi. Köszönöm szépen, gratulálok szívből. Köszönjük szépen. Gratulálok. Misi? Valahogy azt érzem, hogy jövőre lesz olyan zenekar, aki egy olyan dalt fog beküldeni, ahol csak szóló van. De alig várom. Nem, tényleg örülünk ennek. Hát, hogyha ilyen zenekart kellene alapítani, akkor az lenne, hogy fölhívjuk a Subicot, hogy szevasz, figyelj, csak egy zenekart szeretnék, hogy adjál már tanácsot létre, és figyelj, kell két frankó csaj, énekes, Vera, Flóra, és akkor csókás művész úr is ott elpintyeg ott hátul, de tudjátok, nekem mi jutott eszembe, biztos, hogy ti is találkoztatok már azzal a fotóval, hogy két azonos fotó, egy fazon ül a buszon, és akkor zenész. Az egyik feje fölött C-dur, G-dur, A-mol, F-dur van, és vidám. A másik feje fölött 43 akkord szűkített, bővített, és
egy ilyen szomorú arc. Na most itt minden volt, csak szomorúság nem. Úgyhogy hatalmas gratuláció. Szabad még egy gondolatot mondani? Az, hogy mindenki szeret muzsikálni, mindenki kegyetlenül tud muzsikálni, és mégis három hangot játszik mindenki, szóval ez nagyon marha jó az egész nap. Ez van. Kati. Szuper, zseniális dalt hoztatok. Hát elmondták a fiúk, hogy milyen jól játszottatok, ez így van. Az jutott még eszembe azon kívül, hogy tényleg iszonyúan élveztem, és szemtelenül lazák voltatok, és ezért nagyon-nagyon jó, hogy olyan volt a dal, nem tudom, de szerintem instrumentális, vagy hangszeres fejű ember írta. Olyan volt a két ének is, mintha hangszer lenne. És az szerintem egy nagyon magas dolog, vagy egy nagyon, nagyon menő dolog, hogy a ti két hangotok is, mint két hangszer szóló olyan volt végig. Együtt is nagyon jól szólt, úgyhogy gratulálok. Ja, és hogy mondtátok a kisfilmben, hogy magyarul most kezdtek énekelni, hogy tényleg ez a stílus mindig angolul szól, és pedig milyen marha jól szól magyarul is. Na, Peti, mondasz még egy merő véleményt. Úgy érzem, hogy egy igazán örökérvényű slágert hallottunk. Itt felírtam néhány dolgot talán, amit a többiek nem mondtak, hogy számomra volt benne elég erős 60-as évek bossanova, lounge jazz világa, és amit még külön szeretnék kiemelni és gratulálni Subic Gábor zenekar vezetőnek, mert ma, a mai világban borzasztó kevés az ilyen nagyon határozott zenekar vezető. Köszönjük így van, szépen. Így van, így van. Kösz, Peti. Így van. Illetve ha már... Így van. Emilio Castillo, Tower of Power-ből. Ő vezeti így a bandát színpadon. Határozott zenekar vezetés az elengedhetetlen, most olyan... Gázsi osztás is ilyen legyen. Bocsánat, a határozott műsorvezetés jegyében tovább kell említenem. Igen, elnézést. Gyuri, kérlek a pontokat, hogy 9. Hallgatjuk. 9 pont. Kati? 9. Még egy 9-es. Én behúzom a 10-es, srácok. Kringításképpen nem semmi. Peti? 9. De nagyon erős kezdés volt. 37 pontot kaptatok. Szeretettel gratulálunk. Hát Gábor számára talán nem ismeretlen. Egyáltalán nem ismeretlen a színpad. Ugye, mert múlt héten találkoztunk veled a Ruby Harlemben is. És tovább is jutottunk, úgyhogy ez most is. A többiek nem tudják? Elnézést akkor, hogy elárultuk. Parancsoljatok, köszönjük szépen, fújjátok ki magatokat!